A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, ez itt az ünnepi beszélgetések, és napról napra, hétről hétre itt az ünnepi időszakban érdekes emberekkel, témákkal igyekszünk jelentkezni. Stúdiónk vendége Varga Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, és nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm a nézőket. Azért ez az időszak, gondolom, hogy azért önnek is ad egy kis lehetőséget arra, hogy a mindennapok pörgéséből kiszakadjon, és egy kicsit nyugodtabban teljen itt az év vége, a karácsony utáni időszak új évig bezárólag. Igen, hát ez az időszak is mozgalmas, máshogy, mint amikor dolgozunk. Nyilván az ünnep egy kis pihenésre is ad lehetőséget. Tehát van 4 gyerekünk, van 4 unokánk, nem elosztva egy családban. 3, 5, 7, 9 évesek, egyszerűsítsük az orgonasípok életkorát, úgyhogy ezt el tudják képzelni talán azért van nyűskés, gondolom. Hogy ők elég elevenek. És elég sok feladatot adnak nagymának, nagypapának, mindenkinek. Rengeteg ötletük van. Ők is iskolaszünetben vannak, úgyhogy rengeteg ötletet pedig természetesen teljesíteni kell, kívánságokat. Akkor most ez fokozottan az ő időszakok is, mondhatjuk igen, ezt. Igen. Hogyha egy kicsit így az ünnepi hangolódás idejére visszatekintünk, akkor hova sikerült eljutni, akár személyesen, akár családilag? Járt-e Fehérváron, lett-e kedvenc hely, vagy volt-e olyan esemény, ami mondjuk hagyományteremtő volt ön szerint ebben az időszakban, itt advent idején? Én mindig nagyon szerettem az adventi időszakot, abban az időben is, amikor nem volt szabad adventi időszaknak nevezni, és nem volt, tehát nem divatból jártunk templomba és Rorátére. Sajnálom, hogy nem jutottam el úgy, ahogy szerettem volna a hajnali Roráti misékre. Én nagyon tisztelem ezért a miniszter urat, Szijjártó Péter miniszter urat, mert akárhol van a világban, ő talál egy katolikus templomot, és ha nincs éppen hajnali mise, akkor rábeszél egy katolikus papot, hogy hát milyen jó ötlet lenne, hogyha most itt lenne egy hajnali mise. De hát ennek a készülődésnek van egy igazán különös hangulata. Előkerülnek a városban a díszek, a fények, az első adventi vasárnapon felgyulladtak a fények, ott vannak a főtéren, a főutcán a kitelepülő árusok, a mindenfélével kurtoskással. Gyerekek készülnek a színpadra, műsorokkal. Gyerekek minden nap megjelennek a fehérvári iskolások a színpadokon, és óriási nagy esemény. Mind a szombati, a püspökatya szombati gyertyagyújtása, a püspöki palota udvarán, ahol egy külön kis vásár van, mint pedig a városház téren. Előtte műsor, utána műsor, és nyílnak az adventi kalendárium ablakai, ugye, aminek a háttere a maga a város, a városháza, a városnak a háza. Ja, azt hiszem, hogy ez a készülődés is, bár nagyon sok munka is volt az utolsó hetekben, mint Fehérváron, mind a parlamentben. Nekem személyesen azt hiszem, hogy mindannyiunknak nagyon sok dolga volt, és olyan gyorsan eltelt. Tehát én azt éreztem, egyrészt rövid is, hogy az utolsó adventi vasárnap 24-e, amely még nem karácsony, de már a szenteste. Tehát ez a lehető legrövidebb advent volt, és olyan tényleg olyan gyorsan eltelt.
gyorsan, hirtelen a végére értünk. Igen, de talán ez az az időszak, ami nem csak a családoknak, hanem a közösségnek is erőt ad, összekovácsolja azokat, például az idei évben Öreghegyen egy kis utca lakói települtek ki, és hát azért közösen élhetik meg ezt a felkészülési időszakot. Igen, én nagyon, nagyon örültem, ez a varázslatos adventi készülődés Öreghegyen. Egyrészt tényleg nem volt, és amikor a Gina megkeresett, akivel én... Sokáig dolgoztak együtt, ez nem titok. Számoltuk, hogy 10 évig biztosan dolgoztunk együtt, még a Kodolányi Főiskolán kezdtük, aztán amikor a megyei elnök voltam, és aztán az államtitkárságon is egészen 2018-ig ő volt a legfontosabb és a legközelebb munkatársam, aki a legtöbbet segített az én munkámat, de hát ezt a fontos munkát anyaként folytatta, és éli tovább, de volt benne valami hiányérzet, és én nagyon örültem, hogy segíthettem abban, hogy ez a varázslatos adventi készülés ott a Késmárki utcában megvalósulhatott, és öröm volt látni a gyerekek arcát és az öreghegyieket, hogy örültek, hogy itt az ő környékükön is van valami, nem csak itt a belvárosban, hanem van valami az Öreghegyen, olyan, mint egy ilyen kis meleg kuckó. Úgyhogy nagyon-nagyon jó leső volt ott az öreghegyiekkel együtt az adventi szombaton készülődni. Hogyha egy kicsit visszatekintünk a hétköznapokhoz, akkor ezek az ünnepi beszélgetések arra is lehetőséget adnak, hogy egy kicsit átnézzük, áttekintsük az év fontosabb történéseit. Mi lenne az, amit így kiemelne 2023-as esztendőből? Tudom, hogy rengeteg dolog volt, rengeteg fejlesztés, de mik a sarokpontok ön szerint? Igen, sok minden történt, és az egész év olyan volt, mint ez az advent, hogy hip-hop. Véget ért egyszer csak. Itt vagyunk az év végén, szóval mindjárt szilveszter, és vége az évnek is 2024, és meg alig írtunk 2023-at, pedig pontosan ugyanannyi nap telt el ebben az évben, mint 2022-ben. Eddig a napig nem kevesebb, de valahogy olyan gyorsan, mint lehet, hogy ahogy az ember idősödik, szokták mondani, hogy ahogy egyre idősebb vagy, úgy rövidülnek az évek és a napok. Legalábbis így érzi az ember. Nehéz év volt nekünk fehérváriaknak is, azt hiszem, mindenkinek Magyarországon és Európában is. Hát ez nem volt egy könnyű év. Nem volt egy könnyű év, ugye 2022-ben kezdődött az orosz-ukrán háború, 2023-ban ez hozzájött egy Hamas-izraeli konfliktus, egészen más típusú konfliktus, más típusú kihívásokkal, következményekkel, de mind a kettő súlyosan érinti a mi térségünket, Magyarországot különösen, hiszen Ukrajna közvetlen szomszédunk, élnek ott magyarok, bízunk benne, hogy lesz olyan helyzet Kárpátalján, hogy azok a magyarok, akik eljöttek, és most itt vannak nálunk, hogy valahol valamelyik másik országban próbálják átvészelni ezt az időszakot, vissza tudnak menni, és lesz a szülőföldjükön helyük, és van, lesz még dolguk ott. Tehát volt miért aggódnunk ebben az évben is, van miért aggódnunk a jövő esztendőben is. Abban bízunk, hogy most itt az év végén azt érzékeljük, vagy azt látjuk a számokon, talán még nem érezzük. De a számokon mindenképpen azt látjuk, hogy a nehézségek lassan véget érnek, az infláció visszatér a normális kerékvágásba, az energiaárak is valahol az elviselhető tartományban vannak, a forint árfolyama is megnyugodott. Bízunk benne, hogy valóban azok az Európai Uniós pénzek, amelyek mindig is hangoztattuk és mondtuk, hogy járnak Magyarországnak, mert ez nem egy adomány. Ez nem egy adomány, hanem ez annak
a jogos következménye, hogy mi a piacainkat megnyitottuk az Európai Unió előtt. Ez nagyon nehéz kiszámolni természetesen, hogy ki mit nyert ezen, mennyit nyert, és akkor mennyit jár nekünk ebből a nyereségből. Na jó, de hát gondolom, hogyha befizetünk, akkor valami kell is. De be is fizetünk, és akik ezen keresnek, már pedig keresnek, mert ez egy nyitott, közös piac, volt is neve, hogy közös piac, akkor igen, és ez nem egy adomány, amit valaki megítél, hanem jár nekünk, és azt látjuk ebben az esztendőben is, hogy nagyon jól tudjuk felhasználni az Európai Uniós pénzeket. Meglátjuk, de hogy hol végzünk majd az előző költségvetési ciklus pénzeinek felhasználásában, ugye ezek az új, vagy a mostani majd csak érkezik, reményeink szerint mi nagyon-nagyon jól használjuk fel, és okosan használjuk fel, azt hiszem, hogy ezek a programok, amelyek futnak és lesznek majd a jövőben, azok nagyon sokat segítettek a magyar gazdaságnak, a fehérvári gazdaságnak. Látjuk a beruházásokat, hogy amikor a kormány közvetlen kormánytámogatással segít egy beruházást, akkor az nem Európai Uniós pályázati pénz, de hát a kormánynak sem abból van pénze, amit egy beruházásra támogatásként oda tud adni, hogy úgy van, és majd ott a láda fiában, ez mindig van benne pénz. Ahányszor kinyitjuk, akkor mindig tele van. Ez nem így működik. Az a mi közös pénzünk, és a mi közös munkánk eredményeként megtermelt pénz, amit aztán a kormány, ez a dolga, ezért bíztuk meg a kormányzással, hogy jól és okosan használja fel, például támogatásra. És mi örülünk annak, hogy a mi fehérvári cégeink, vállalkozásaink, akár magyar, akár vegyes vállalat, akár külföldi tulajdonban lévő vállalat olyan jól dolgozik, hogy az újabb beruházásaira, újabb fejlesztésére megkapja a támogatást. Az is maga egy értékmérő, hogy a tulajdonos akár székesfehérvári, akár magyar, de nem székesfehérvári, akár külföldi, úgy dönt, hogy itt fogja megvalósítani a beruházását. Az is már egy elismerés. Az egy másik elismerés, hogy a magyar kormány azt gondolja, hogy ezt támogatja. És így bővül, hát, hogyha valaki a Agárd irányából, vagy Pákoszt-Kisfalud irányából jön Székesfehérvár felé, hát ez nem, hogy 10 éve, 5 éve nem volt ilyen a kép. Hát már még el sem éred a várost, már ott látod a kerékgyártó üzemet, ott van már a multifunkcionális sportcsarnokunk. Ott van az felújított aranyból emlékmű. A másik oldalon egy felújított aranyból emlékmű, és hihetetlen egy új út, amely összeköti az albaipari zónát és a seregélyesi utat a budai úttal, és kinyitja ezt az egész városrészt, ami már tényleg egy önálló városrész, amelyben még további fejlesztéseket sikerül majd megvalósítani, hogyha újra elindulunk fölfelé a gazdasági növekedés útján. Szóval izgalmas volt ez az év, minden nehézsége ellenére. Épül a kórházunk, befejeződik a kórház 21. századi több kórházzá alakítása, minden járulékos kis fejlesztéssel, a légtechnikai fejlesztéssel és a közlekedő folyosó felújításával együtt, mert azt hiszem, hogy lépegettünk közösen együtt előre ebben az évben is. És számos olyan közösségi tér, vagy közösségi terület alakult meg, ami vagy a kultúra, vagy akár a sport, a szabadidő szempontjából fontos, itt is történtek változások, de hát az úszoda korszerűsítése is hamarosan elindulhat, igen, hogyha fogalmazhatok így, tehát, hogy a közösségeket összehozó terek is, igen, létesültek. Ezek nagyon fontosak, mindig
csodálkozom, amikor azt halljuk, hogy na, és akkor ezt minek kellett? Most ez erre miért volt szükség? Ezt hallottuk a stadionok esetében is, volt ilyen kicsit két kérdés a multifunkcionális sportcsarnok építésével kapcsolatban, hogy tényleg mi szükség van erre? De pontosan közösségi terekre szükség van. A Székesfehérvár egy közösség, amelyik egyébként nem csak önmagában szeret és önmagával szeret lenni, hanem várja az ideérkező turistákat és látogatókat. A sportrajongókat, a kultúra iránt érdeklődőket, mindazokat, akik a város ezer éves történetét és történelmét szeretnék megismerni, ezért csináltuk a volt köztársaság Bozi helyén a kőtárat, hogy legyen egy látogató központja az ezer éves Székesfehérvár emlékeinek, hogy annak a koronázó bazilikának, ami a maga korában Európában a legnagyobbak közé tartozott, legyen valami hely, ahol megnézhetjük. Mindig csak beszélünk róla, hogy a koronázó, igen, hogy nézett ki, hát pontosan nem is tudjuk. De ott azért a monumentalitást azt érzik, hiszen ott a kapun, igen. Hogyha bemegyünk, láthatjuk, hogy milyen volt a kapu, igen. El tudjuk képzelni, a darabok hiányoznak, persze, de így már van egy íve, van egy nagysága. Ebből következtetünk a templom nagyságára, láthatjuk, milyen faragványok voltak. Abban az időszakban Székesfehérvár egy nagyon-nagyon komoly város volt a középkori Európában, és Magyarország nagyon komoly ország volt. Benne volt a top 5-ban, hát az első 5-ben. Benne volt Európa vérkeringésében. Hát ezt valahogy szeretnénk, vagy szerettük volna bemutatni. Szeretnénk még tovább lépni természetesen. Minden évben valamit csinálni. Ezért csináltuk a rendházat, az Árpádház kiállítást, hogy legyenek olyan helyek, ahol emlékezni tudunk, és legyenek olyan helyeink, ahol közösséget tudunk építeni. Tehát akár ugyanilyen helyszín lehet, hogyha most az alsóvárosi részre gondolok, az is egy csodálatos új terület, vagy a Fehérvár tüdeje programra, ott a palotavárosi tavaknál, ami kiépült, vagy akár a Sóstótan ösvényre, tehát, hogy ott a családok, a sport, a természet mind találkozik. Igen, hát hogyha az elmúlt, ha nem csak a tavalyi évet nézzük, akkor igen, az elmúlt évek eredménye mindez. Ha visszanézzünk, ugye 2010-ben lettem országgyűlési képviselő, hogyha megnézzük, mi volt előtte, nem volt a Sóstó, semmi nem volt ott. Semmi. Nem volt sem tanösvény, semmi közelében nem lehetett menni. Volt a zöld tanya. És a tavak nem tavak voltak, hanem kiszáradt mocsaras területek. Nem volt Fehérvár tüveje, a palotavárosi tavak nem így néztek ki, nem volt az a fantasztikus játszótér, minden korosztálynak játszótér, ami most megépült mellett. Az alsóvárosi rétet átszelte egy ilyen gyalogút, és azt hiszem, ennyi. És ezek szabadtéri közösségi terek lettek, rengeteg fát ültettünk, ami nagyon fontos a környezetvédelem, az egészségünk szempontjából, és a szabadidő eltöltése szempontjából is. Tehát rengeteget léptünk előre, és köszönjük szépen a fehérváriaknak, hogy én személyesen is köszönöm, hogy támogattak, nem csak a szavazatukkal, hanem hogy folyamatosan támogatnak, jönnek ötletekkel, elmondják, hogy gondolják, mit szeretnének, mit valósítsunk meg, mi az, aminek örülnek, mi az, aminek örülnének, és azt hiszem ez a legfontosabb, hogy így együtt, közösen tudjuk kitalálni, hogy milyen irányba fejlődjön a mi városunk. Amikor erről a beszélgetésről egyeztettünk, akkor arra kértem, hogy hozzon valamit magával, ami valamiért fontos. És hát készült is, ezt itt az asztalon már lehet látni, de mi az, amit magával hozott nekünk? Hát egy szép doboz. De mert hogy doboz, azért nem üres doboz. Igen, ezen nagyon sokat gondolkoztam. Egyszer már voltam itt egy karácsonyfa díszsel,
aztán kaptam másodszor is egy meghívást, és akkor azt hiszem, hogy elfelejtettem bármit is. Igen. Bármit is magammal hozni, mert ez egy nagyon nehéz dolog, hogy mi is legyen az. A karácsonyfa dísz az egy viszonylag egyszerű kihívás volt a díszek közül megtalálni azt, amelyik a gyerekeimnek is fontos, vagy nekünk fontos, amit a gyerekek csináltak, és akkor a feleségem mindig fontosnak tartjuk, hogy akkor ez ott legyen, és most az unokák is megtalálgatják azokat a karácsonyfa díszeket. De ez most egy doboz, és a jó hír az, hogy nem üres. Mit rejt a doboz? Nem egy üres doboz, ha ki tudom nyitni. Szóval ez egy sütemény, és a feleségem segített, hogy végül is ez legyen az a valami, amit hozok, és azt hiszem, ennek mindenki örülni fog, mert hogy ez nálunk egy karácsonyi sütemény. Ez sokféle névvel illetik. Mi vaníliás kiflének hívjuk, mert hogyha jól tudom, a porcukorban van vaníliás cukor is. Igen. Igen, az összes többi összetevőről nem tudok sokat mondani. De szóval van, aki hókiflinek hívja, de ez nálunk a karácsonyi sütemény, és ez nem egy torta, nagyon könnyen hozzáférhető, el is kell néha dugni a gyerekek, és most már az unokák elől, mert hogyha így elől van, akkor jövet menet, ez mindig fogy. Mindig kicsi, egyszerű, könnyen kézbe vehető, bekapható, nem kell hozzá nagy felkészülés, hogy ezt a gyerekek megegyék, és hogy ezt szokták fogalmazni, eteti magát, tehát az egyik után jön a másik, a harmadik és a negyedik, és hát ez kézi munkával készült, tehát ez nem üzletben vásárolt valami. És akkor a felesége egyedül készíti, vagy azért, mert az unokák besegítenek? Hát vannak most már nagyon ügyes unokák, igen, a lányok fantasztikus tehetséggel bírnak már. A karácsonyon ott volt nálunk a kisebbik unokánk, és megdöbbentem, amikor láttam, milyen szakértelemmel, nem tudom, hogy mit csinál a tésztával, így gyúrja és dagasztja és készíti elő. A fiúk is néha, persze. Kuktáskodnak. Mit csinálsz, papi? Mit csinálsz, mami? Megnézik. De hát ők azért nem érdeklődnek annyira, ők inkább a fogyasztásban járnak elő. Tehát igen, a feleségem csinálta, készítette, de hát most már mindenféle segítség is van hozzá, úgyhogy örömmel hoztam, és kínálunk meg belőle mindenkit. Egészségükre, egészségetekre. Nagyon szépen köszönjük, és hát köszönöm szépen, hogy ezt a történetet is megosztotta itt a nézőkkel, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkinek további szép ünnepet kívánok. Jön a szilveszter, hatalmas bulik lesznek, kívánok mindenkinek előre is boldog új esztendőt. És hogyha már új év, akkor még így záró gondolatként gondolom, a lencseosztáson is ott lesz. És lencsét osztunk elsőjén, igen. Várunk oda is mindenkit szeretettel. Köszönöm, hogy velünk tartottak, köszönöm, hogy itt voltak, és hát tartsanak velünk holnap is ünnepi beszélgetésekkel. Várjuk Önöket! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.